kockaképzőben kiderül, a sztárok mennyire vágják az informatikát. Na gyerünk, kockák! Mi az a BIOS? BIOS? Az úgy van leírva, hogy a BIOS? B-I-O-S. iOS-ról már hallottam. Hú, azt tudom, már nem volt a kedvenc tantárgyam, kettes voltam belőle. A számítógépek és az informatika biológiája. A BIOS is valami bióval kapcsolatos dolgot tudok elképzelni. Hogyan alakultak ki a mai számítógépek? Hát ugyanúgy, ahogy nyilván egy számítógépnek van egy ilyen váza, úgy van az állatoknak csontváza, és ezekről tanulnak a informatikai BIOS órán a nebulók. Valami biológiai fejlesztés az a laptopon belül. Bipoláris optimalizációs szisztéma. Itt tudom, csak mondtam valamit, minek lehet a rövidítése. Fogalmam nincsen. Valami bio cucc. Nem tudom. Hogy mi ez a BIOS? Hát igen, hát innen kezdődik az a faktor, amit egyetemnek továbbtanulásnak nevezünk. Ilyen zöld alaplap, ilyen zöld, mit tudom én, relék. Nevezzük a BIOS-t a gép lelkének, egy olyan dolognak, mint a föld magjának. Tudom, de nem tudom megfogalmazni. Ez nem egy ilyen régebbi rendszer? Ilyen a BIOS is, ami életben tartja, melegíti, dörzsölgeti a hibrid gépnek a testét és lelkét. Így mondták, igen, még feláll a Windows, hát igen, most már tényleg egyszerre állunk fel a Windows-zal, ahogy öregszik az is. Na, tehát, hogy nyomkodni kell, aztán ötször meg kell nyomni a delgombot, és akkor előugrik az alaplapi menü, az a BIOS. Tudom, hogyha megnyomom az F2-t, amikor indul a rendszer, akkor be tudok lépni, azt hiszem. Vagy az F8-et, vagy a Delt. Ömember, a legnagyobb kocka, aki mindent tud az informatikáról, és most megmondja a tutit. BIOS, hát ilyet nem tanítanak az isiben? A BIOS számon tartja a hardware működését, illetve elvégzi a számítógép elindítását, az előhívásának a legegyszerűbb mondja, ha a billentyűzeten végigversz minden billentyűt, ugyanis ez modellenként, illetve márkánként változik. Olyan volt, mint például Andy Warhol, hogy ugye Andy Warhol imádta az ezüstöt, ő pedig imádta a kéket. Szerintem az ős embereknél már volt ilyen, hogy vezeték nélküli kapcsolatot szerettek volna, szerették volna csatlakozni, egyik követ a másikhoz. Bluetooth szúrt a hátba, a saját apját, tudod, a haverjaival.